megerősítem, amit mondtam az általános vitában, hogy azt a módosító javaslatot, amelyik beilleszti a közoktatási intézményeket és az egyházakat szövegrészt, azt támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. Nem látok több bejelentkezőt. Részletes vitát lezárom. Lezsák a lelnök urat megkérdezem, hogy előterjesztőként kíván, nem még pluszba szólni, gondolom, hogy értelemszerűen nincs. Következőrésünkön döntünk a benyújtott módosító javaslatokról. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes agrár és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Előterjesztés T/3415-ös számon, az együttes bizottsági ajánlás pedig T/3415/7-es számon megkapták. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a közöttük lévő összefüggések és a törvényjavaslat által érintett törvényekre figyelemmel két szakaszban vitassa meg az Országgyűlés. Első szakaszban az ajánlás első és második pontjaira nyílik meg, amelyek a szakmaközi szervezetek tevékenységét áttekintő szerv működését szabályozzák. A második vitaszakasz az ajánlás 3-tól 6-ig terjedő pontjait tartalmazza. Ezek a környezetvédelmi bírságra jogosultak körét és a hatályba lépést módosítják, valamint nyelvhelyességi pontosításokat tartalmaznak. Kérdezem, hogy egyetértenek-e az ilyen felbontással, kérem jelezzék. Érezhető többség az Országgyűlés elfogadta az indítványt. Megnyitom a részletes vita első szakaszát az ajánlás első és második pontjaira. Ki kíván felszólalni? 6 percet tudok ajánlani egy-egy felszólás időkeretének, hogyha senki többet először, másodszor, harmadszor, lezárom a részletes vita ezen szakaszát. Megnyitom a 3-tól 6-ig terjedő pontjaira a második szakaszt. Hozzászólni valaki? Bödecs Barna képviselő úr. Jobbik. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, a részletes vitában a Jobbiknak egy módosító indítványa van, Kepli Lajos képviselőtársam jegyzi, és ez egy igen lényeges körülményt szabályozna eltérően, mint az a javaslatban szerepel. Ez pedig ugye nevezhetjük így kolontár javaslatnak is, vagy devecser javaslatnak is. Ugye itt egy olyan jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság áthelyezéséről van szó a helyi önkormányzattól a központi költségvetésbe, amelyik ugye rendkívüli veszélyhelyzet elrendelése során keletkezett. Teljes mértékben indokolt természetesen a javaslat azon szándéka, hogy az így keletkező bírságbevételeket ilyen speciális helyzetekben átcsoportosítsa. Ugyanakkor a Jobbiknak az a javaslata, és ezt foglaltuk bele ebbe a módosító indítványba, hogy ebből ne kizárólag a központi költségvetés részesüljön, ne olyanok kapják ezt, akik nem szenvedtek kárt, ugye jelen esetben ugye Ajka önkormányzata kapná, hanem itt az okozott kár arányában a kárt szenvedett településeknek kellene ebből juttatni. Ennek megfelelően tettünk javaslatot a 8. paragrafus, illetve a 9. paragrafus módosítására, különös tekintettel arra, hogy a kár arányában kelljen ezt a bevételt felosztani a kárt szenvedett települések között. A javaslat szándéka az, hogy az a tényleges bírságbevétel, amelyik ebből befolyik, az arányosan azokhoz jusson, akik a kárt elszenvedték. Ők azok a szervek, a helyi önkormányzat, a kárt szenvedett helyi önkormányzat, aki erről cél szerint a legjobban ennek felhasználásáról gondoskodni tud, illetve a kár elhárításában és a helyreállításában közreműködik. A javaslatunk a szubszidiaritás elvével összhangban áll. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nem látok több bejelentkezőt, így lezárom a vita második szakaszát és a részletes vita egészét is. Megkérdezem államtitkár urat, Tándor József, a vitában elhangzottakra válaszol. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház!
az általános vitában is elhangzott ez az érvés. Alapvetően egyetértek azzal, hogy nyilván a károsult közösségnek kell részesülnie ezekből a bírságbevételekből. Ugyanakkor arra a szempontra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mint ahogy kétséges, hogy a MAL esetében, ha ezt a konkrét példát hozta képviselő úr, ha a magánvagyonok nem elérhetők, mint ahogy ez ugye fölmerül, mi persze azt szerettük volna, hogy elérhetők legyenek a magánvagyonok, és ennek a jogi környezetét is meg kellene teremteni. De hogyha mégsem elérhető, akkor adott esetben a bírságbevétel nem fedezi a kár mértékét, és a szolidáris állam nem tudhatja le annyival, hogy a befolyt összeget ott szétosztja a közösségben, ha egyszer nem képes ezáltal helyreállítani az eredeti állapotot. Azt mondtuk a konkrét esetre is hivatkozva, hogy az állam teljes körűen kártéríti az érintett közösségeket, és ez független attól, hogy milyen bevételeket tud bírságbevételként behajtani. Tehát azt gondolom, hogy ez a megközelítés, ez a szolidáris állammal, ahogy képviselő is mondta, teljes mértékben összhangban van. Ezt szeretném megismételni, ezt az álláspontot, amikor képviselő úr, tehát a Jobbik által, Kepli képviselő úr által benyújtott módosítóindítvánnyal kapcsolatban érvelt, és kérem, hogy ezt az elvet fogadjuk el. Az államnak kötelessége van, független attól, hogy milyen bírságbevételei vannak adott esetben a katasztrófával kapcsolatban. Ennyiben szerettem volna reagálni, és hát köszönöm szépen az általános vitában és a részletes vitában most elmondott véleményeket, bizottsági üléseken elhangzottakat, és kérem, támogassák ezt a indítványunkat. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, a várhatóan következő ülésünkön döntünk a módosító javaslatokról. Most lépjünk tovább, tisztelt országgyűlés, soron következik a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszerről szóló 67/2007-es országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat részletes vitája. Ékes József, Lasztovica Jenő és Kovács Zoltán képviselők önálló indítványát H/31/33-as számon, az önkormányzat és területfejlesztés bizottság ajánlását pedig H/31/33/4-es számon megkapták és megismerhették. Az ajánlás összesen 4 pontot tartalmaz, ezek mindegyike a kedvezményezett térségekre vonatkozó rendelkezéseket módosítja. Erre figyelemmel indítványozom, hogy azokat egy szakaszban tárgyaljon meg az országgyűlés, hogyha önök ezt kézfelemeléssel megerősítik. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az indítványt elfogadták. Megnyitom a vitát az ajánlás 1-től 4-ig terjedő pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Amennyiben nem. Ügyrendi. Nem. Normál. Kis Sándor képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Ehhez lett volna egy módosító javaslatom, ami nem voltak illúzióim, gondoltam, hogy a bizottság ezt leszavazza. Tehát abból kifolyólag bátorkodtam ezt beadni, hogy civilizációs katasztrófa sújtotta a térségeknek, itt fel volt sorolva, hogy mit neveznek. Hát én minden a sok felsorolás mellett én úgy gondoltam, hogy azokat is katasztrófa sújtott a térségnek kellene nyilvánítanunk, ahol a bűnözés miatt egyszerűen nem lehet mezőgazdasági termelést folytatni, a lakosság élet és vagyon biztonsága igen komoly veszélyben van. Tehát én úgy gondolom, hogy ahol nem lehet termelést folytatni, ahol az erdőket derékban írtják ki, ahol sem erdőként nem lehet a területet művelni, sem mezőgazdasági művelés nem lehet folytatni, azt kérem, rosszabb, mint egy vihar, rosszabb, mint egy árvíz, rosszabb, mint egy belvíz, mert ezek a területek örök időkre, vagy nem örök időkre, de hát igen hosszú időre elvesztek a mezőgazdasági termelés számára. Azokon a területeken, ahol nem lehet csak szántóföldi növénytermesztést folytatni, mert úgyis ellopják a terményt, úgy gondolom, hogy azt igenis lehetne katasztrófa sújtotta területté nyilvánítani, mert hát egyszerűen ez van. Én ezért bátorkodtam ezt beadni, természetesen elképzelhető, hogy nem volt teljesen jó a megfogalmazás, de én mindenképpen szeretném felhívni a bizottság és a képviselőtársaim figyelmét erre az igen súlyos problémára, mert az országnak valóban vannak olyan területei, ahol rosszabb a helyzet, mint egy vihar után, és rosszabb a helyzet, mint egy árvíz vagy belvíz után. Utalok itt Észak-Magyarországra, vagy Kelet-Magyarországra, vagy akár Dél-Baranyára is. Köszönöm szépen! Nem látok több hozzászólni szándékozó képviselői bejelentkezést. Lezárom a vitát, megkérdezem Ékes képviselőt, hogy kíván-e reagálni. Most önél szó. Köszönöm, elnök úr, a szót, és ugye 4 módosító indítványból
jó magam is és a kormány is három módosító indítványt akceptál. Amit Kis Sándor képviselőtársam elmondott, az bizottsági ülésen is felmerült, mint módosító indítvány, de én úgy érzem, hogy elsődlegesen ezt a problémát és ezt a problémakört talán inkább az igazságszolgáltatás területén vagy máshogy kellene mindenképpen benyújtani. Szeretném jelezni, hogy Devecser-Devecser térségére ez kevésbé jellemző, és itt elsődlegesen ugye a katasztrófával sújtott Devecser térségéről van szó, és erre irányult maga a kezdeményezés. Azon kívül, hogy olyan módosítók, technikai módosítók is belettek nyújtva, amely a katasztrófa kérdését megkísérli általánossá tenni, és abban adott esetben ott, ahol tényleg valóban katasztrófák következnek be, akár árvíz, akár földrengés, vagy egyéb más katasztrófa, hogy abban az esetben ezt automatikusan lehessen alkalmazni, és annak az adott térségnek egy kitörési lehetőséget, egy jövőképet tudjon adni, és ehhez a megfelelő csatornákon keresztül megfelelő forrást is tudják biztosítani. Én úgy érzem, hogy maga a bizottság, jó magam is a módosító indítványok döntő többségét befogadtam, és ebből adódóan én úgy érzem, hogy jövő héten, hétfői napon akár a végszavazást is meg lehet ejteni. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, képviselő, minden esetre módosítókról. Jövő héten döntünk, most következik az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Gruber Attila önálló indítványa T per 3141-es számon, a Gazdasági és Informatikai Bizottság ajánlását pedig T 3441 per 3-as számon megkapták. A részletes vitához egyetlen módosító javaslat érkezett, amelyet az ajánlás 1, 2 és 3-as pontjai tartalmaznak. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni a vitában? Göndör István képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim és tisztelt Szira képviselő úr. Az általános vitában is elmondtuk, és most is a módosító javaslat alapján is megfogalmazom, hogy célszerű és segíteni próbálják az autóbontó címszó alá tartozó vállalkozásokat, de a módosító javaslatok után is megmarad az a kételj, hogy mi van a nem egyenes úton az autóbontóba került járművekkel. Tehát e törvényjavaslat és ezen módosítók alapján ez egy teljesen legális kereskedelemmé válik, miközben semmi nem szavatolja azt, hogy a beérkező oldalon az adatok rögzítésre kerüljenek, tehát hogy erről valahol a kereskedőnek el kelljen számolni. Én kérem önöket, hogy ezt gondolják végig, még egy ilyen kapcsolódó jellegű módosítót, ha ehhez hozzátesznek, akkor biztos, hogy szolgálja azt a célt, amelyet a benyújtók szándéka takar, és közben nem nyitunk egy olyan kiskaput, ami nem kívánatos, azt gondolom senki számára. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Vitát lezárom, nem látok több jelentkezőt, és megkérdezem, nem két percben, hanem gondolom, hogy előterjesztőként most adtam volna önnek szót, Gruber Attila képviselő úr. Szépen lányos zavaromat, tisztelt elnök úr, gombokat összekevertem. Köszönöm szépen Göndör képviselő felvetését, már csak azért is, mert valóban ez egy sarkalatos kérdése minden egyes ilyen szabályozásnak. De mint azt korábban is jeleztem volt, az autóbontókban a beérkező gépjárművek vagy külföldről forgalomból kivont gépjárműként érkeznek be, vagy a hazai forgalomban végleges forgalomból való kivonás után kerülnek be. Ha ezt a logikát nézzük, amit képviselő úr felvetett, akkor vajon nem kéne különös figyelmet szentelni mondjuk a nagy élelmiszeráruház láncoknak, mert ott is előfordult már jelöletlen áru a polcra küldése. Vajon a különféle használt cikkekkel kereskedő különféle kis és nagy kereskedésekben, vajon mit kéne tenni, hogy ne kerüljön be lopott áru. Ezt a problémát én azt hiszem akár autóbontó tevékenységgel, akár anélkül, akár a fémtörvényben rögzített vállalkozásokon belül vagy kívül nem lehet ezzel a jogi szabályozással megoldani.
És még azt is hozzátenném, hogy a lehető legkevesebb jelöletlen, vagy pontosabban azonosítatlan alkatrészt sikerült az elmúlt évtizedek során a legálisan működő autóbontókban fellelni. A dolog tehát kettős. A legálisan működő vállalkozások számára, amint ez a jogszabály előkészítése, a törvénymódosításom előkészítése során kiderült, az ezzel foglalkozó hatóságok többször és egyértelműen kifejtették, hogy nincs értelme, nem látják, mint ellenőrző hatóság értelmét az autóbontó tevékenységnek ebben a törvényben szerepeltetésével. Ugyanakkor viszont sokkal nagyobb és hatékonyabb fellépés követelne meg az illegális autóbontók, az illegális fémbegyűjtő telepek és az illegalitás határán működő olvasztó vállalkozásoknak, fémolvasztó vállalkozásoknak az ellenőrzése. Pontosan így, hogy ebből kikerül, ebből a törvényből ez az elem, kerülhet sor arra, hogy az eddigieknél erősebb, gyakoribb és prontosabb ellenőrzésekre kerüljön sor. Az egyetlen beérkezett módosító indítvánnyal kapcsolatban pedig teljesen egyetértek, ez nem lényegi változást jelent, hanem az általam megfogalmazotthoz képest is precízebb megfogalmazást, nyelvtanilag precízebb megfogalmazást jelent, amit köszönök is a módosítás benyújtó Cilla Szabolcs képviselőtársamnak. Én bízom benne, hogy a többi kérdés, amit képviselőtársam is feszegetett, illetőleg a jobbikos képviselőtársam közül többen említettek korábban. Nos, ezeknek a következő lépésben én azt hiszem, hogy egy hatékony együttműködéssel, több frakciónát ívelő együttműködéssel tudunk érvényt szerezni. Azoknak a problémáknak, ami amúgy valóban a klasszikus fém, a lomizása, a mételepek működésével kapcsolatos problémákra ad majd gyógyírt és megfelelő választ. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, várhatóan következő résünkön döntünk a módosítóról. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés T/34/14 számon, az együttes bizottsági ajánlás pedig T/34/14/20 számon megkapták. Indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat két szakaszban tárgyaljuk meg. Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse a javaslatot. Tisztelt Országgyűlés, az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban szereplő módosító javaslatokat az adótörvények és a költségvetési törvénnyel összefüggő egyéb törvények módosítását kezdeményezik. Ezek az ajánlás 1-től 12-ig terjedő pontokban és a 14., valamint 15. pontokban, továbbá a 21-től 26-ig terjedő pontjaiban szerepelnek. A 13. és 16. pontokat előterjesztője visszavonta. A második szakaszban pedig eljárási szabályok módosítását kezdeményező indítványok vitájára kerüljön sor, az érintett ajánlás 17-től 20-ig terjedő pontjai szerint. Tisztelt Országgyűlés, kérem, hogy az ébrenlétüket is jelezve értsenek egyet az elnöki javaslattal, kész felemeléssel. Köszönöm, látható többség. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólásuk kezdetén jelezzék, hogy a bizottság ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni, hogy ezt a forgatókönyvben mindig beírjuk, pedig a képviselők ezt már maguk is tudják. Vitaszakaszonként 6-6 perc az egyes képviselők felszólalási időkerete. Megnyitom az első szakasz vitáját. Kíván-e valaki felszólalni? Hörcsik Richárd képviselő, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Az ajánlás 6. és 8. pontjához szeretnék röviden hozzászólni. Tisztelt elnök úr! Az előttünk fekvő törvényjavaslat a jövedéki törvény módosítását kívánja elérni. Önmagában mind egészségpolitikai, mind pedig költségvetési szempontból is úgy vélem, hogy ez egy tisztességes dolog, támogatandó a fogyasztási dohány adómértékének a növelése. Az előirányzott jelentős mértékű emelésnél azonban nem árt figyelembe venni egy fontos tényt, tudnék, hogy ez a termékszegmens az alacsonyabb jövedelműek körében népszerű, és a nagymértékű áremelés elsősorban nem a költségvetési bevételek emelkedéséhez, sokkal inkább a 2004-2005-ben már megtapasztalt illegális úgynevezett fekete piaci kereskedelem előretöréséhez vezethet. Úgy vélem, hogy az illegális kereskedelem előtörése
előretörése, sem a költségvetési bevételek emelkedésének, sem pedig az egészségpolitikai célkitűzések szempontjából nem lenne számunkra elfogadható. Éppen ezért nem vonva kétségbe a kormány szándékát a fogyasztási adó mértékének a növelésére, módosító javaslataimmal azt kisebb mértékben tartom indokoltnak. Annak érdekében, hogy a fogyasztók ne forduljanak az illegális termékek felé, és valóban növelhető legyen a költségvetés bevétele. Tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy röviden szóljak még a költségvetési befizetést csökkentő illegális kereskedelem veszélyeiről. Jól tudjuk azt, hogy a fogyasztási dohányok adójának mértéke a gazdasági válság kirobbanása óta az egyik legvitatottabb téma a piaci szereplők között. A helyzet sajnos mára már eldurvulni látszik, és a nyomásgyakorlás olyan eszközökkel is történik, amelyek nem sok jót jósolnak a 100%-ban magyar kézben lévő dohányipari csoport számára. A magyarországi fogyasztási dohány adóztatása eddig ugyanis lehetővé tette, hogy a termék életképes, legális alternatíva maradjon az egyébként egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerülő dohányos emberek számára. A környező országokban azt tapasztaljuk, ahol a legerősebb cigarettagyártók lobby érdekeit maradéktalanul kiszolgálva olyan adómértékkel sújtották a fogyasztási dohányokat, hogy azok eladása szinte ellehetetlenült. Ilyen országok a teljesség igénye nélkül, például Románia, Szlovákia vagy Csehország. A fogyasztási dohányok elérhető árának is köszönhetően ma a volt szocialista országok közül Magyarországon kirívóan alacsony 7%-os a cigaretta fekete piac részaránya, szemben például a románokkal, ahol 27%. Megjegyzem, hogy 2005-ben Magyarországon is 25% volt a fekete piaci részarány. Jól látható tehát, hogy a fogyasztási dohány eladásának erőteljes növekedése elsősorban a fekete piac kárára történt az elmúlt években, és a legális cigarettapiac csökkentésének trendje nem sokkal magasabb, mint a teljes piac csökkentése. Tisztelt képviselőtársaim! Információim szerint a magyar fogyasztási dohány piacon 6 cég osztozik. A piac 60%-át valóban a multicégek uralják, de ezekből a legnagyobb piaci részesedéssel 40% bíró Imperial Tobacco hasonlóan a hazai gyártókhoz, például a Continental sátorolja újjai 17%, 18%, a kiegyensúlyozott adóemelést támogatja. Növekedést az utóbbi fél évben elsősorban azt produkált, hogy a korábbiakkal ellentétben minden Magyarországon tevékenykedő dohányipari cég teljes erőbedobással beszállt a fogyasztási dohányok piacára is. Nagy lökést produkált egyébként a BAT Magyarország belépése a 2010-es évek második felében. Jelentős növekedés előtte elsősorban a keleti ország részben történt, szűkebb Pátriánba, ahol a cigaretták fekete piaci kínálata legmagasabb volt korábban, továbbá megjelentek a nagy számban román és szlovák egyéni vásárlók, akik vásárlásaikkal a magyar költségvetést gazdagították. Amennyiben a piaci helyzet a cigaretta és fogyasztási dohányok adókülönbségének további csökkentését kívánja, úgy vélem, hogy a magyar cégcsoport védelmét szolgálna egy olyan emelési menetrend, amely a cigaretták 1000 szára vonatkozó minimumadójához viszonyított kilogrammonként fogyasztási dohányadót a jelenlegi 43,5%-os szintről egyenletesen elosztva 50%-ra emelni. Az Európai Unióban, Luxemburgban egyébként a legolcsóbb a fogyasztási dohányadója, továbbá igen kedvező Németországban és Hollandiában is, ahol a magyar adószerkezethez hasonlóan 43-45% a fogyasztási dohány adója a cigaretta adójához viszonyítva. Megjegyzem, hogy ebben a három országban van több kisebb nemzeti gyártó, akiket megpróbál védeni a mindenkori kormányuk a multi törekvésekkel szemben. Úgy vélem, hogy nálunk sem szabad feladni a hazai gyártók védelmét, tisztelt képviselőtársaim. Meggyőződésem, hogy a drasztikusabb vagy gyorsabb emelés előidézheti a 2004-5-ös állapotot, amikor 52%-ra emelkedett egy lépésben a fogyasztási dohány adója, és ez követően közel 30%-ra nőtt a fekete piac részarány. Az általam benyújtott módosítóindítvány szerint adóemelési ütemterv mellett viszont még megőrizheti a fogyasztási dohány is a piacát, továbbra is gátot emelne a fekete piac növekedésének, ezzel biztosítva az adóbevételek optimális nagyságát.
Mindemellett az sem elhanyagolható, hogy az 500 főt foglalkoztató hazai kontinentál dohányipari csoport léte foroghat kockán a fogyasztási dohányok magyarországi eladásának esetleges ellehetetlenítésével. Tisztelt képviselőtársaim, kérem, hogy a pénzügyi kormányzat támogassa a módosító indítványomat. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, és most megadom a szót Göndör Istvánnak, az MSZP képviselőinek, szintén 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Hörcsik képviselő úr megkönnyítette a dolgomat. Én az általa, és akkor ennyiben a sorrendet megcserélem, mi is tisztelettel azt kérnénk, hogy az ő indítványait fontolja meg a kormány, mert azokat a veszélyeket, azokat a kockázatokat, amelyeket ő a fekete kereskedelem, vagy a fekete importra vonatkozóan elmondott, vagy hazai munkahelyekre, ezt mi mind valós veszélynek tartjuk. Szeretném itt is aláhúzni azt, amit az általános vitában is elmondtunk Tukacs István képviselőtársammal, hogy az E85-ös bioetanol esetében még egyszer fontolja meg a kormány, hogy van-e értelme, szabad-e rövid távú bevétel érdekébe ezt a lépést megtenni, hogy évközben vetnek ki adót egy olyan termékre, ami azért ma mindenképpen környezetbarát technológiának minősül. Tehát kérjük, nem várható ettől olyan nagymértékű bevétel, hogy emiatt ezt a kockázatot fel kellene vállalni. A következő, amit nagyon érdekesnek tartunk, hogy Rogán képviselő úr majdnem akkora terjedelmű módosítást nyújtott be megint, mint az egész alaptörvény. Ebből szeretnék mindössze két dolgot kiemelni. Az egyik a 17-es számú indítványban, amikor azt mondja, hogy a biztosítóval, a Európai Gazdasági Közösségen belüli biztosítóval 2006. szeptember 1-jét megelőzően megkötött biztosítási szerződés alapján a biztosító által nyújtott bármilyen kifizetésnek nulla az adója, kivéve ha 2006. augusztus 31-ét követően is befizetésre került sor. Azt gondolom, hogy akinek biztosítási szerződése van, és azok nyilván nem jártak le, tehát ennek megint nagyon erősen visszamenőleges íze van, tehát ezt meg kellene fontolni, hogy szabad-e így alkalmaznunk. És a következő, egy pillanat türelmét kérem, elnök úr, a 23-as, igen, az is még az első vita szakaszban van. Itt is vélek felfedezni egy olyan ellentmondást, a költségvetést megalapozó törvényeket módosítja, de ezen belül kitér a személyi jövedelemadó kérdésre is, ahol azt egyik oldalon megállapítja, hogy milyen közteher fizetés esetén nem lehet jogkövetkezményeket megállapítani, viszont nagyon érdekes, hogy ugyanezen módosító javaslaton belül viszont azt mondja, hogy 2011. július 1-jét megelőző időszakra nem lehet bocsánat a kifejezésért, az adózó által korrekciót végrehajtani. Azt gondolom, hogy ez is szintén visszamenőleges hatályú, mert annak az adózónak, aki 2010-ről adóbevallást tett, és még az adóhivatal nem ellenőrizte, neki az adózás rendjéről szóló törvény szerint megvan az a jogosítványa, ez egy mindenkire vonatkozó általános szabály, hogy egészen addig, amíg egy revízió, egy ellenőrzés meg nem kezdődik, addig joga van önrevíziót, bocsánat ezt a kifejezést, tehát ez egy szakkifejezés az adózásban, tehát neki joga van önrevíziót véghez vinni. Itt viszont ez a szabály ezt a lehetőséget elvonná az adófizetőktől. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Felszólásra következik Kis Sándor, a Jobbik képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr. Örömmel hallottam dr. Hölcsik Richard képviselőtársam érvelését a vágott dohánnyal kapcsolatban. Én annyiban
szeretném ezt talán módosítani, hogy természetesen emelkedjen a vágott dohány jövedéki adója is, de emelkedjen pontosan ugyanolyan mértékben, mint a cigaretta jövedéki adója. A bioetanollal kapcsolatban pedig a Aracki András képviselőtársa kapcsolódó módosító javaslatát olvastam itt az imént, ahol még drasztikusabb mértékben kívánja emelni a bioetanol jövedéki adóját. És itt az indoklásban egy ilyen sorral zárul, hogy a javasolt adó mértékét ennek megfelel, és egyúttal biztosítja a versenysemlegességet a fosszilis és a bioüzemanyag között. Nem tudom, hogy ez mennyire szerencsés, hogy versenysemlegesség legyen a fosszilis és a bioüzemanyag között. Úgy gondolom, hogy a bioüzemanyagokat mindenképpen előtérbe kellene helyezni, és ha lehet, akkor ne versenysemlegességet biztosítsunk. Tehát ez a kapcsolódó módosító javaslat a bioetanol kárára, úgy gondolom, hogy semmiképpen nem helyes. Sok magyarázatot hallottunk ezzel a kapcsolatban, és sok érvelést. Tehát mindenképpen azt szeretném, hogy a bioetanol előtérbe kerüljön a fosszilis üzemanyagokkal szemben. Kapcsolódva még az előzőhöz, a vágott dohányhoz, hogy a számvevőszéki bizottság ülésén a kormány nem támogatta a vágott dohány jövedéki adójának nem akkora mértékű emelését, mint amennyire a kormány gondol. Én kérem, hogy a bizottságok